tartani. Ott viszont már egy ferencvárosi helyzet. Egyelőre nagy csata zajlik, és Jansik nem tud. Kicsit hátrébb mutatják a játékvezetők, és Funzolis góljával megszerzi a vezetést az F1-0-ás vendégvezetésnél. Jön előre a Ferencváros. Egy jó labda a jobb szélre. Eddig ezt nagyon szépen csinálják, és végül Kállai a gólszerző. Kezó koronavírus járvány somogyiakat is utolérte. És emellett sérülések is nehezítik a hazaiak dolgát. Megúszás közben vendég oldalon Fekete Gergő a labdával. Szépen kijátsszák, és ebből lesz meg. És ebből most meg lehetne végre az első találat, de elügyetlenkedjük sajnos. Kakstetter Bendegúz nem figyelt. Nem vagyunk az első negyed utolsó percében. Ott az újabb ferencvárosi lehetőség és az újabb ferencvárosi gól. 4-0 ezzel az sem sejtett jót a hazaiak számára. Ember előnyben most a Fradi, és nézzük a támadásokat, Csiszár és a kapufa együttesen. Jansiknak kell ezért hátrahúzódnia. Szép támadás, ferencvárosi gól. Nikola Jakšić a gólszerző. Ez a kérdés, Juhász Szelei horvát Ákos Kakstetterhez át. Ott eltűnik Langijevic. Az első somogyi találat. Horvát Ákos büntetője. Sajnos nincs meg. Funzolis teszi már előre. Vígvári Vendel indul meg a kaposvári kapu felé. Vígvári helyzetben önzetlenül tovább passzolja. Német Toni a gólszerző. Kaposvár jönne előre. És ezt is kivédik sajnos. Jelcsinovics került helyzetbe. Járdani azonban bravúra a hári, de nézzük ismét a Kaposvárt. Vindis, Mics, vissza Vindishez. 10 másodperc még a támadó időből. Juhász Szelei kapja. Ez volt túl jó passz, ott azt hiszem, be lehet Szkáli Böcka. Jakšić lövésében nyúlnak bele a hazaiak. Nincs újabb Fradi gól. Zuga, hajrá KVK 6-2-es vendégvezetésnél. Egy jó helyzet, és ott van a kaposvárja. Jakšić felé száll a labda. Jakšić tartja meg centerbe. A bejátszás, és sajnos újabb. 30 másodperc még a második negyedből. Nézzük a Fradi büntetőjét, és Vígvári Vendel bevágja. Pól kezében a labda. Egy lecsorgó labdát talál meg Németh Toni. Vagy szemre Pol Zoltán. Remek keresztlabda. Vígvári lóbál. Vígvári fűzi át magát a védőjén. Vígvári. 9-3. Egy gólja van eddig Kállai Márknak a mai meccsen. Németh fűzte át magát, de most Kaposvári kiállítás 13-asban Horváth Ákos. Nagyon nem birkózott vele a horvát, a vége azonban így is büntető. Most Horváth Ákos szállt ki. Olyan nyírit küzdötte le Tóth Ádám. Pont tovább tudja gyerni a Fradi. Adogatás, eddig egy ejtés,
Funtulis a gólszerző. Nincsen múlik a dolog, kitartanak a vég mellett. Nézzük a KVK támadását, Horváth, jó a centerlabda, szépít Gárdonyi. Funtulis tette tovább Jansikhoz. Kálai, Jansik, Funtulis. Kálai kapja a jobb szélen, Funtulis. Újabb. Újabb szabálytalanságot látnak a játékvezetők. És nézzük Végvári büntetőjét. Nézzünk Csiszár Baldizsárban. Nem tudja háríteni, Csisz fogják érni, nem sokára tovább teszi Juhász szeleinek. Langevic. Langevic fűzi át magát, és csak mondanom kellett, hogy nem sok vizet zavart eddig Langevic. Végvári kapja vissza a labdát, nyíri. Funtulis lóbál, és az ritkán jelent jót. Kapufa közben. Vindis. Langevic. Most meg lehetne őket kontrázni. Langevic lő, gól! Kaposvárja. Erre szokták mondani, hogy az elképzelés jó volt, a kivitelezésen nagyon annyit javítani. Közben egy szép vendégkontra. Csiszár védhetne, de ő is tehetetlen. És lóbált egyet, és aztán egy nagyon szép gól. A gólszerző túl. Egy újabb góllal a KVK, de már Nyíri nyargal. Kecskeméti ezt már nem tudja kipiszkálni. Felavatják. Ebből most nincs újabb gól. Nyíri passzal előre Jansik felé, Jansik és Kecskeméti. Esélyesen volt, szépen küzdöttek a hazaiak. Egy jó bejátszás Mics felé és belövi! Mics Dávid lövi a KVK 8. gólját.